görögök szerint, ami igaz és jó, az már szép is. Van egy keresztény enciklika arról, hogy az erkölcsi szép, az ragyog, igaz. Mi most fordítva csináljuk, felkeresünk szép műalkotásokat, és keressük azok etikai üzenetét. Nagy tisztelettel állunk meg Munkácsi Mihály, Ásító Inas című képe előtt, mert az etikának van itt mit tanulnia. Egy olyan képet látunk, ami egy egyszerű embert ábrázol, egy egyszerű mindennapi tettében, éppen ahogy ásít. Ha a festő ezt lefestésre érdemesnek találja, akkor az etikának is meg kell itt állnia és töprengenie, hogy vajon az etika számára, ha tisztelettel szemléljük a képet, mit mond az Ásító Inas. Az egyszerűséget, az egyszerű mindennapi életet is értékelni kell. Tehát az erkölcs számára az fontos, hogy nem csak kivételes, ritka helyzetekbe kell heroikusan helytállni, erkölcsösnek lenni, hanem a mindennapokban is. Egyszerűen azért, mert az több van. Gyakrabban éljük a mindennapokat, mint a ritka dilemmákat, és a mindennapokban nekünk, ahogy helytállunk, kialakul egy olyan arcunk, egy olyan profilunk, akik mi magunk vagyunk. Igazából az ásító időben az a dolgunk, hogy a saját arcunkat kialakítsuk, hogy az arcunkat valamilyenné tegyük. Erről szól az utolsó ítélet is. Krisztus úrunk nem azt fogja kérdezni, hogy milyen nagy, heroikus tetteket vittél végbe, hanem a mindennapokban. Éhes voltam, adtál-e ennem, szomjas voltam, adtál-e innom, beteg voltam, meglátogattál-e. A mindennapokban hogyan voltál erkölcsös? Másrészt azért fontos ez, mert aki a mindennapokban helytáll, ott kialakul nem csak egy saját profil, egy saját arc, hanem egy saját keménység is. Amikor belekerülünk nagyon kemény erkölcsi szituációkba, mert tegyük kezünket a szívünkre, 16 éves korunk után tudjuk, hogy nem minden rajtunk múlik. Vannak dolgok, helyzetek, drámák, amelyek nem rajtunk múlnak, viszont ott is szeretnék helytállni. Mindenki életében vannak, lesznek olyan kanyarok, amit 20 évesen nem tervezett az életébe. És ott is helyt kell állni, ott is embernek kell maradni, és önmagamnak kell maradni. Amikor ilyen heroikus helyzetek, erkölcsi helyzetek jönnek, akkor nem ma született bárányként pottyanunk ezekbe, hanem a mindennapok erősítenek, készítenek föl. A különleges helyzetekben az tud ember maradni, kemény maradni, erkölcsös maradni, aki a mindennapokban ugyanezt megélte. Aztán, ha a képet nézem, akkor nem csak azt látom, hogy egy egyszerű embert fest meg Munkácsi Mihály, hanem kérem, ha nézem a képet, ezen szeretet van. A festő nem csak festő akar lenni, hanem ennek az embernek a fele barátja akar lenni. Tudjuk Munkácsi Mihályról, hogy asztalos inas volt korai éveiben, és megalázták sokszor testileg és lelkileg is. Olyan testi-lelki kínokat kapott, amelyek egész életére ott maradtak benne, és ezek a sebek bizony látszanak a képein. A képein mindig van egy komorság, komor színek. Ő maga is tudja, mit jelent egy inasnak az élete, a nehéz élet. És nem egyszerűen ábrázolni akarja a szegény proletárt, hanem szeretni akarja. Szeretettel látja ezt az embert. Miért csodálatos ez nekünk az etikának? Azért, mert az etika fontosnak tartja, hogy a mindennapokban, az egyszerűben lássuk a teljeset. Nem a ritkában a különlegeset, hanem az egyszerűben a teljeset. Pilinszky János ezt majd úgy hívja, hogy ez az evangéliumi esztétika. Ahogy Krisztus úrunk nem nagy hősökről mond példabeszédeket, hanem a magvetőről, a szántóvetőről, az őrlő asszonyról, az egyszerű emberekben látja a teljeset. Ma ez nekünk azért fontos, mert úgy tolják a képünkbe a celebeket. Legyél különleges, legyél nagyon más. Senki nem akar egyszerű lenni. Nem szürke, egyszerű, önmaga. Ha a festő ezt jónak látja, az etikával hadd mondjuk bátran, hogy nem az az identitás, hogy én nagyon különleges vagyok, mindenkitől különbözöm és sztár vagyok, hanem hogy egyszerűen a helyemen vagyok. Ott vagyok, és ez ad egy identitást az embernek. Másrészt azért is fontos, mert ahogy megfesti, az ecset vezetését a szeretet vezeti. A fele baráti szeretet. Nem csak festője, barátja akar lenni ennek az embernek. Ezt kérem, az etikának azért fontos, mert az egész etika arról szól, hogy jól cselekedjünk. De ahhoz, hogy jól cselekedjek, először jól kell látni. Hogy én szeretettel viselkedjek a világban, még nehéz helyzetekben is, az először is szeretettel kell látnom.
Na Munkácsitól ezt kellene látni, ahogy ő szeretettel néz erre az egyszerű emberre. És rögtön eszünkbe jut a rőzsehordó asszony, eszünkbe jut a köpülő asszony, és minden más, amikor egyszerű embereket fest meg Munkácsi, nem szociális forradalomról van itt szó, hanem arról, hogy az evangélium esztétika szerint az egyszerűben hogy látja a teljest, és hogy mennyire tudja szeretni ezeket az embereket. Ha jól akarunk élni, cselekedni, viszonyulni a másikhoz, akkor először is szeretettel kell látni. És bizony rajta kapom magam azon, hogy megyek az utcán, és akkor látok egy embert, és megszólom ott belül, ítélkezem. Látok egy rendetlen kamaszt, és óbélgatok. Látok egy gyönyörű szép nőt, és elindul bennem a vágy. Látok hajléktalant, és ítélkezem. Látok más emberek, és beindul a harag. Ahogy látom a másikat, úgy fogok hozzá viszonyulni. Ezt kellene itt megtanulni, ha szeretnék jól viszonyulni emberekhez, helyzetekhez, dilemmákhoz, szituációkhoz, először is szeretettel kell látni. Ásító Inas, van ennek egy párja, amikor az egész alakot megfesti Munkácsi Mihály, az egész alak így ásít egy hatalmasat, elkezdi a reggelt. Olyan jó látni, ahogy az álomból, még ha ez erőfeszítést is jelent, az ember ásítva, de elkezdi a való életet. Mennyire eszünkbe jut a Platón, amikor azt mondja, hogy a barlangból, ha sokáig ott éltünk, ki kell jönni a napvilágra, és ez nem megy könnyen. Az ember vágyik oda-vissza. Krisztus Urunk, mikor beszél arról, hogy eljött a világosság, nem kell a világnak. Jobban szereti a homályt, az álomvilágot. Vagy ismerik fiatalok a Matrix című filmet, ami egy filozófiai film, hogy milyen nehéz ráébredni a valóságra, jobb aludni, álomvilágba tengetni magunkat. Az ásító Inas, ha nehezen is, de fel kell. Ásít egy nagyot, és fel kell, és a való életét elkezdi. Úgy rám szól ez a kép, hogy tessék felébredni a valóságra. Hogy az ember ne ringassa magát hazugságokban. Élethazugságokban, illúziókban, meseszerű elvárásokban a házastársam a másik ember felé, hanem ébredjek rá arra, hogy mi a valóság. Ez nem könnyű, ásítunk, nehezen megy, de jobb dolog a valóság szerint létezni, mint hazugságokba vagy álomvilágokba, ebbe az egyetlen drága életünket eltölteni.